A másodikként értem el ide az eseményekhez. Egy 65-75 év körüli viszonylag idősebb biciklivel közlekedő úriember leszállt a bicikliéről, és elmondás szerint rosszul lett, majd nagyon gyorsan el is ájult, össze is esett. Közvetlenül én ezek után érkeztem meg ide a helyszínre. Mit tudott csinálni? Megmondom őszintén, szakmailag nem igazán sok mindent. Lefektettük az út szélére biztonságban az autóktól, stabil oldalfekvésbe tettük, és egy úr, akinek nem tudom a nevét, nem volt időnk bemutatkozni, nagyon profin megkezdte az újraélesztést, miközben mi hívtuk a mentőket egy másik, már előttem ideérkezett úriemberrel. Milyen gyorsan értek ki a mentők? Perceken belül, közvetlenül persze az események miatt nem nagyon volt időnk egyáltalán, hogy nem is gondoltunk rá, hogy az órát figyeljük, de amint lehetett, a rendőrség és a mentők is megérkeztek a helyszínre. Milyen sokáig tartott az újraértés, és volt eredmény? Ha jól tudom, közel 55 percig, majdnem egy óráig próbálkoztak a mentők. Menet közben, ahogy én laikusként oldalról figyeltem az eseményeket, egyszer vagy talán kétszer láttak reményt arra, hogy sikeres lehet maga a folyamat, de nagyon nagy sajnálattal végül is le kellett mondani az úriemberről. Majdnem közel egy óra próbálkozás után. Volt ő már hasonló szituáció? Nem, most vagyok életemben először ilyen helyzetben, még azért keresem is a szavakat, meg próbálom ezt feldolgozni. Azt elmondta, hogy többször is említett, hogy laikusként ment oda. Oda mert menni? Oda, és talán nem is volt ott más választásunk, mi értünk oda először, mi szálltunk ki az autóinkból, oda kellett mennünk, nem az volt a kérdés, hogy merünk-e vagy nem. Ezt most azért kérdeztem, mert sajnos nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy elmennek a földön fekvő ember mellett, nem mennek oda segíteni, hogy úgysem tudnék segíteni. Viszont a konkrét segítséget azt nem én adtam meg, igen, valóban megálltam. Mi annyival tudtunk ehhez hozzájárulni, hogy amint lehetett, hívtuk a mentőket, és ahogy említettem, stabil oldalfekvésbe fektettük a szegény férfit. De egyébként nem tudom a nevét, és ezért nem is tudok itt most a kamera előtt hivatkozni rá. Volt egy ugyanúgy civil úriember, aki igazán a helyzetnek a magaslatán állt, és mindent megpróbált tenni. Én azt láttam a szemközti oldalon, hogy egy ember fekszik, és nyomorúságos állapotban van, és mentők jöttek, és segítségére voltak, és sokat, egy óra hosszat. Legalább egy óra hosszat dolgoztak azon, hogy ez az ember életben maradjon. És sokszor úgy tűnt, hogy lélegzik, és mindenféle gépekkel adtak neki. Valahogyan az életben maradáshoz segítséget, és jó páran voltak, fiatal nő, fiatal férfiak, fiatal emberek, akik segítségére voltak. És láttam, amikor elveszett a remény, és letakarták ezt az embert. Soha nem láttam, nem tudom ki ő. De én egy óra hosszat itt voltam, és láttam azt a odaadást, amivel emberek
mentősök, ápolók vele voltak, és amikor elveszett a remény, és feladták, mert elment az élők sorából, láttam. Nem tudom ki ő, nem tudom, nem ismertem, hogy mi rendített meg engem az életből a halálba való átmenet, és az élet küzdelmért való átmenet, melyet mentősök, emberek odaszántak, folytattak, és én nem tudok mit mondani mást. Ha nincs Isten, ha nincs remény, akkor minden elveszik.